A nád az obó a lelke. És amilyen óvatosan kell formálni a nádat, olyan finoman kell bánni a diákokkal. Nagyon egymásra kell hangolódni ahhoz, hogy tudjunk együtt dolgozni. Nagyon jó, hogy tam, tim, da, di, da, da, tam, csak ne legyen ti, 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 nem pam, pam, pam. Ha nem hangolódunk az elején egymásra, akkor sokkal nehezebben találjuk meg a zenének a közös nyelvét. Az összhang kialakulásához 4 alapvető dolognak kell teljesülnie, Kotenc Melinda szerint. Ezek a nyitottság, a szeretet, a türelem és a hitelesség. Nincs két egyforma gyerek, nincs két egyforma kapcsolat sem. Mindenkinél igyekszem azt az utat megtalálni, amiben ő meg tud nyílni, és el tud engem fogadni tanárának, egy kicsit talán anyukájának, vagy egy kicsit barátjának. És van olyan is, hogy nem csak kicsit lesz barát, vagy anya a tanárnőből. A mi kapcsolatunk az nagyon ritka és különleges. Már 6 éve együtt dolgozunk, és ez alatt rengeteg helyen voltunk együtt, és egy olyan szoros kapcsolat alakult ki közöttünk, hogy én teljes mértékben megbízok benne, és nagyon szeretem, és nagyon örülök, hogy ő a tanárom. A tehetség meglátása lehet egy pillanat műve is. Kibontása azonban hosszú, áldozatos munkát követel tanártól és növendéktől egyaránt. Ezért, bár az eredményt tartják számon, és ebből sok van Kotenc Melindának is, szerinte sokkal fontosabb az a közös út, ami végül a sikerhez vezet. Az eredményhez vezető út az azért fontosabb számomra, és remélem, hogy a diákjaim számára is, mert az alatt fejlődnek rengeteget.